Katasztrófavédelmi verseny. Tavasszal is népszerű a beregfürdői gyógyíz. Mesevarázs. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. április 19-én 18 óra 5 perckor. A karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség Kisújszálláson rendezte meg a területi ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt és a Vöröskereszt területi elsősegélynyújtó versenyét felsősöknek és középiskolásoknak. Mint Heinfrand György tűzoltó alezredes a versenyről elmondta, hogy a benevezett 17 csapatnak 11 állomáson kellett bizonyítani a felkészültségét. 11 helyen kell bizonyítani, ebből 4 vöröskeresztes, tehát egészségügyi állomás, és 7 állomás, ami tulajdonképpen katasztrófavédelmi. Olyan állomásaink vannak, hogy polgári védelmi, ügyességi és tudásról kell számot adni. Itt szirénajelzésről, túlélő csomagról beszélünk, amit össze kell állítani nekik. Van belvízzel összefüggő védekezési feladatok. Itt konkrétan a védekezési módokról kell számot adni, illetve konkrétan egy nyúlgátat meg is kell építeni a gyerekeknek. Van tűzoltós állomásunk, ahol a tűzoltóautókba rendszeresített, málházott szakfelszereléseket kell nekik felismerni, hogy mi mire való, illetve célba kell lőni nekik idézőjelbe, tehát szerelnek egy sugarat, és avval célba lőnek egy céltáblára. Itt megtanulják, hogy hogy kell összeilleszteni a tömlőket, illetve hogy kell a sugárcsövet használni. Aztán van nekünk ADR-es állomásunk, ami a veszélyes áru felismeréséről szól. Itt általános ismereteket kell, hogy adjanak a veszélyes árukról, illetve a veszélyes anyagokról, és egy konkrét anyagot meg is kell nekik állapítani, hogy mi az. Ez azért fontos, hogyha találkoznak civil életben ilyesmivel, akkor tudják, lássák, hogy oda nem megyünk közelébe, mert ez. Aztán van 2 elméleti totó, egy vöröskeresztes egészségügyi, illetve egy katasztrófavédelmi totó. Ez általában általános kérdéseket tesz fel a gyerekeknek, 30 kérdés, 30 válasz kell adni rájuk. Illetve van egy olyan, amit most tulajdonképpen a tűzoltós és az a, amiről most beszélek, a tereptani ismeretek, ez egy új a versenyen, eddig nem volt, viszont szükségesnek tartjuk azt, hogy a gyerekek tudjanak tájékozódni a világban a térképen, tudják az égtájakat, tudják a térképeket használni. A játékos betérkedőn a gyerekek számot adnak a megszerzett tűz- és polgárvédelmi, iparbiztonsági, balesetmegelőzési, fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és térképészeti ismereteikről. Hát próbáljuk őnek megtanítani azt, hogy különböző veszélyhelyzetekben milyen magatartási szabályokat kell betartani, amivel saját és a társaik testi épségét meg tudják védeni, illetve a mentő erőknek segítséget kell nyújtani. Mint tudjuk, a felnőtteknél nehezebb ez a felvilágosító munka, nehezebben rögzül. Gyerekkorba, játékos formába jobban rögzülnek ezek az ismeretek, és ez a célja elsősorban ennek a versenynek, versenysorozatnak, hogy minél több gyermeket megismertessük ezekkel a katasztrófavédelmi ismeretekkel, és nyilván az egészségügyi ismeretek is ezt a célt szolgálják, de én elsősorban a mi szakmánkról szeretnék beszélni. A tűzoltó autók felszereléseit is fel kell ismerniük, volt fecskendőszerelés és célvalövés vízsugára, a tájoló használata, de a homokzsákokból nyúlgát építés is feladat volt. A vöröskeresztes feladatok az elsősegélynyújtás szabályairól, a járványok és a fertőzések elleni védekezés eszközeiről, valamint az egyes veszélyhelyzetekben szükséges tudni és tennivalókról szóltak, így a szituációs feladatok között a sebesültek ellátása és egy totó kitöltése is vált a diákokra a Vöröskereszt karcagi szervezetének vezetőjétől. 3 gyakorlati feladatunk van ezen a mai versenyen. Van egy autóbalesetes, közúti baleset, van egy konyhai balesetet előidéző, és van egy romos épületben játszó, leomló épület következtében balesetet szenvedő gyerekeknek az ellátása.
Ez már nekünk a 47. országos felmenőrendszerű elsősegélynyújtó versenyünk. Ez azt jelenti, hogy a területi versenyek után megyei versenyek következnek, és a megyei verseny után pedig egy országos versenyen méretethetik meg magukat a versenyzők. Ennek ugye az a célja, hogy minél több laikus elsősegélynyújtót képezzünk ki, hiszen nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy minél hamarabb szakszerű segítséghez jussanak azok a sérültek, betegek, akik balesetet szenvednek, hiszen akkor első kézből akár életet is tudnak menteni. Az OMS karcogi munkatársai előtt adtak számot a diákok a sebellátásból, az ambubabás újraélesztésből és a szabályos mentőhívást is minden állomáson el kellett mondaniuk. Itt elsősorban a gyerekeknek a elméleti tudásán túl a gyakorlati készségeit próbáljuk felmérni. Különböző szituációkon égett sérült, traumatológiai sérülések vannak, belgyógyászati események, és hogy ezeket ők hogyan tudják megoldani a minél jobban éleshez hasonlító szituációkban. Ez külön három helyen zajlik, itt ezen a versenyen. Előtt egy alapos felkészítésen estünk mink is át, összeválogattuk a különböző feladatokat. Ezt szinte már egy kis team végzi évek óta, úgyhogy eléggé jól ismerjük egymást. Ilyen szempontból a Vöröskereszt és a katasztrofa védelemmel párhuzamosan mink a mentőszolgálat részéről is végezzük ezeket a felkészüléseket. A verseny célja, hogy felnőttként is tudjanak segíteni, ha hasonló balesetet látnak. Egyre nagyobb számban ücsörögnek a vendégek a kellemes illatú, kristálytiszta, gőzölgő vízű gyógymedencékben. A kellemes tavaszi időbeköszöntével a határon túlról és a szomszéd településekről egyaránt érkeznek vendégek a bereki gyógyvíz strandra. Sípos Erzsébet, egy Csíkszentkirályi társaság szóvivője elárulta, hogy ők már régóta felfedezték maguknak Berekfürdő szépségeit, és évente két alkalommal is ellátogatnak Berekfürdőbe a gyógyvíz és a pihenés miatt. Azért szeretünk jönni, hogy ősszel tavasszal megpihenünk, nyáron nem jövünk, mert az nekünk túl meleg. Úgy érezzük, nagyon jó a víznek a gyógyhatása, nagyon szép a környezet, jó természet közeli, és jól érezzük magunkat. Nem nagyon járunk máshova, csak itt szétnézünk, viszont nagyon tetszik itt kinn az egész környezet, szép rendezett udvarok, növényzet, minden. Szabó Józsefné viszont nem járt még Berekfürdőben. Budapestről érkeztek férjével az alföldi fürdővárosba. A riporterünknek elmondta, hogy mivel mindennel nagyon meg vannak elégedve, vissza fognak jönni ide és más alkalommal is. Fáradt vagyok, tehát ezt érzem, de nagyon jó. Tehát én ismerem, voltam Hajdúszoboszlón, meg Gyulán, tehát ezeket a fajta vizeket ismerem, és tudom, hogy én nekem ez nagyon jó hatással van. Most kipróbáljuk ezt, de úgy tűnik, hogy sikeres lesz. Tehát, hogy nem utoljára jövünk, nem először és utoljára, hanem tartósan. És megkérdezik a férjet is, hogy és önnek hogy tetszik? Hát kellemes környezet, nagyon szép, és még hozzátenném, hogy gyakorlatilag évente szoktunk ilyen karbantartást végezni, most már egy ideje, mióta nyugdíjba vagyunk, és hát jártunk már többfelé is, régebben még Budapesten is, de hát ma már ott gyakorlatilag nem éppen nekünk anyagilag. Tartják fenn azokat az intézményeket, mert három óra alatt ki kell jönni, az alatt nem biztos, hogy az ember sorra kerül a masszázsra, és akkor nézegetheti az óráját, mert bizony akkor duplájába kerül, ha 10 perccel később jön, mert számítógép enged ki, szóval úgyhogy sajnos attól már el kellett szokni, de így ez nagyon kellemes vidék. Voltunk Nagyatádon is, az is egy ilyen családias környék, és hát ezt is ajánlották, de tényleg, szóval itt még az unokáinkkal is el tudunk jönni, mert nézzük itt ezeket a medencéket, és valószínűleg még majd őket is rábeszéljük, és akkor kipancsolhatják magukat. Szűcs Ilona mezőtúri rakos rendszeresen fürdőzik a bereki gyógyvízben, hiszen kisebb-nagyobb mozgásszervi panaszaikra tökéletesen gyógyír. Nagyon jó a víz,
közel van mezőtúrhoz, az is egy jó megközelítés. Kedvesek, mindent megtalálunk itt, nem csak ugyanúgy az étel, ital, a kiszolgálás. Csak most még mondjuk előszezonban. De ez a medence, ez nekünk, ez a medence mennyiség bőven elég. Bőven, mert úszni mondjuk én nem tudok, de a benti is, a kinti is, épp azt beszéltük a párommal, hogy ez télen is ugyanúgy üzemel. Ugyanolyan jó. Mert a benti medence ugye csak az, hogy nekünk nem adnak ugye gyógykezelést ide, ilyen messzire, csak Turkevibe, mert mezőtúrról Turkevibe adják a kezeléseket. De csak itt tudnak egy kis masszázs, ilyen zsakutat. Azt mondtam, hogy ott az, ami van, ez többet ér, mint egy masszázs. Mert úgy nem tudja megmasszírozni senki. 20 percig álltam a dögönyözős alatt, ahogy az mindent átmasszíroz az embernek, az a másik is nagyon jó. És a két fokot nagyon észre lehet venni. Mert ez 35, az 37, mikor átmenjünk, szinte hűvösebbnek tűnik a víz. Úgyhogy mi nagyon jól éreztük magunkat, megyünk vissza most már mezőtúra. Megebédeltünk. A MIEO Mesevarázs munkaközössége Hátót Jánosné vezetésével az Ifjúsági Házban a Csillagszemű Juhász című mese feldolgozására várta a 9 óvoda 1-1 csoportját. A megnyitó után egy közös dallal köszöntötték Pántik Ildikó önkormányzati képviselőt, aki a közelmúltban rangos elismerést vehetett át dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől. Gulyás Ferencné intézményvezető elmondta, két dolog miatt fontos ez a nap a gyermekek számára. Egyrészt a mese által nagyon sok új ismeretekhez jutnak, fejlődik gondolkodásuk, fantáziájuk, másrészt egy külső, sokunknak még ismeretlen helyszín, a könyvtár sok új ismeretet, ingert jelent, kedves óvónéniüket új szerepben, jelmezben és mesehősként láthatják. Ez szintén nagy élmény számukra. Ma egy mesefeldolgozásra kerül sor. Mint tudjuk, a gyerekeknek a mese az elsődleges élménye, amint keresztül feldolgoznak nagyon sok mindent, és itt a mai napon a Csillagszemű Juhász című mesefeldolgozására kerül sor. Ahogyan mondta, a Mesevarázs munkaközösségünk, szakmai munkaközösségünknek a tagjai, a 9 óvodának, 9 helyszínen, 9 drámajátékokkal, megtűzdelt elemekkel különböző formába dolgozzák föl ezt a nagyon kedves mesét. Az óvodások 9 játékos feladatot hajtottak végre a Csillagszeműhöz kapcsolódva, majd az értékelés után a Mesevarázs óvodapedagógusai előadták a Csillagszemű Juhász meséjét, melyet a kicsik nagy élvezettel néztek, hallgattak. A mese elemeit feldolgozzák a gyerekekkel, átélik, és ezt követően kerül sor egy közös mese meghallgatására. A mese előadásában a szereplők, természetesen ennek a munkaközösségnek az óvodapedagógusai, a munkaközösségi tagok lesznek, Hátót Jánosné Icuka óvonéni vezetésével, hiszen ő vezeti évek óta ezt a szakmai munkaközösséget. Minden évben feldolgoznak egy-egy mesét, amelyet előadnak itt ezen az alkalmon is, illetve az óvodákba a gyerekekhez, hogy a többiekhez is eljusson ez a mesefeldolgozás. Egy-egy óvodai, tagóvodai rendezvény alkalmával oda is elviszik ezt a mesét a többi kisgyermeknek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra! Thank you.